Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja, Isten népe ébresztő! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket innen, Miskolcról a forrásházból, közeledve áprilisnak a végéhez, itt az, ennek az utolsó hétvégének a kezdetén, és szeretném elmondani, hogy Isten nagyon szeretiteket, és hálásak vagyunk azért, hogy itt vagytok velünk. Én is hálás vagyok Istennek, hogy, hogy megalkotott engem, és hogy elhívott engem. Hálás vagyok Tamás Pásztornak, aki az én szellemi atyám, aki szolgálatba állított engem. És, és hálás vagyok én is, értetek, hogy itt vagytok. Halleluja! Drága mennyi atyám, szeretünk téged. Áldunk és magasztalunk. És azért imádkozom, hogy Istennek a népe befussa a pályáját, hogy ne lankadjon a keze, hanem mi imádkozom és megerősítem az ellankadt térdeket, a leeresztett kezeket, hogy befussák a pályájukat. A Jézus nevében. Ámen. A mai üzenet címe élj az Atya akaratában. A Máté 6.10 azt jelenti, azt mondja: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A fenti ige része annak az ima formátumnak, amit a mester a tanítványainak tanított meg. Azt mondta, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod a földön is. Amikor eljön a királyság, meg lesz Isten akarata. Jézus eljövak telekor az ő, ő az atya akaratának a megnyilvánulása, Isten akarata volt testben. Halleluja! Jézus Isten akaratának megtestesülése volt. Ő a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő célból, a megfelelő módon élt közöttünk. Akkor is, amikor egyik alkalommal le akarták tartóztatni, azonban ő elmenekült. Akkor is Isten akaratában volt. Isten akarata az ő királyságában nyilvánul meg és a királyság végrehajtja az ő akaratát. Ez azt jelenti, hogy Isten akarata várhatóan százszázalékosan megvalósul az életedben, ahogyan Jézus esetében. Az atya akaratában élni nagyon egyszerű. Mindössze annyit kell tenned, hogy az ige szerint élsz és a szent szellem szerint jársz. A Biblia szerint szellem szerint járjatok és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Hogyan lehet hát zűrzavar az életedben, amikor az Atya akaratában élsz? Soha. A Bibliában azt olvassuk, hogy, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok. Efézus 1.18. Ha értelmet szeme megvilágosodik, ha szívedet elönti a fény, és Isten igényének bősége a szellemedben, akkor megismered Isten akaratát, amelynek eredménye a végtelen győzelemmel járó élet. Halleluja. Nagyon-nagyon fontos az atya akarata. A kereszténységben azt szoktuk mondani, hogy ha te a szívedben elhiszed, hogy Jézus az Isten fia, és Úrnak vallod őt, akkor örök életed van. Aztán szoktunk arról beszélni, hogy mivel jár, és milyen áldásai vannak a kereszténységnek, örök élet, egészség, békesség, gyógyulás, szabadulás, bővölködés, előremenetel, kapcsolati épülés, siker, stb. Ez igaz, viszont ami fontos dolog, hogy, hogy mindez akkor igaz, hogyha az atya akaratának engedelmeskedünk. A kereszténységben az Eva, Isten országa, Isten királysága az egy királyság. Annak királya van és a király a főnök. És sok ember ott téveszti el, hogy ő Istent ilyen segítségül hívottnak kezeli, szóval segítségül hívja Istent ahhoz, hogy a maga akaratát megcsinálja. Mármint az ember a maga akaratát megcsinálja, és ebben kéri Isten segítségét. Ja, Istenem, most segíts! Ja, nem most segíts! Ezek az emberek azért fogadták be Jézust az életükbe, mert akarnak tőle valamit érdekből. És még meg is szólítják Istent. És Tudjátok, ö, aztán ez, és ezeknek az embereknek az életében nem működik teljesen az evangélium, mert az akkor működik, hogyha Isten van a középpontban. Ő nem fog úgy ugrálni, ahogy te fütyülsz. Mint a szerető atya, sok mindent megtesz, és a végsőkig elmegy, érted? De nem fog úgy ugrálni, ahogy te szeretnéd. És ö, az a helyzet, hogy. Ö, aztán elkezdenek alkút kötni ezek az emberek. Azt mondják, rendben van Istenem, akkor elmegyek gyülekezetbe hetente egyszer. Vagy havonta egyszer. Vagy rendben van Istenem, akkor adakozok tízezer forintot. Vagy odaadom a tizedet. De cserébe áldjál meg, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt, és ezt tedd meg. Odaadom a tizedet, uram, de kérem, hogy növekedjen a bevételem, és legyen egy Audi. Vagy odaadom a tizedet, uram, de kérlem, hogy legyen egy ilyen vállalkozásom, vagy gyógyis meg, stb. És ezek az emberek nem azt keresik, hogy Istennek mi a fontos, hanem alkut kötnek vele. Uram, valamit megteszek, imádkozok 10 percet, vagy adakozok, vagy elmegy egy gyülekezetbe, és cserébe add meg, amit én kérek. Üzletelnek Istennel, de nem. Az Atya akaratában élni azt jelenti, hogy legyen meg, Atyám, a te akaratod. Egyedül a tiéd, és teljesen független, hogy velem mit csinálsz, mennyire áldasz meg, hogy adsz-e nekem egy millió forintot, vagy csak tízezer forintot adsz, teljesen mindegy. Egy dolog számít, hogy legyen meg a te akaratod, mert engem nem érdekel más, és nem találok másban örömöt, és nem találok másban célt és értelmet, csak abban, hogy téged szolgálok. Függetlenül nem azért, mert megáldottál, ó, atyám, most már eléggé megáldottál, most már legyen meg a te akaratod, nem hanem mivel szeretlek, és mivel te vagy az életem közepe. És Isten is, ő nem azért akar megáldani, na most már dolgoztál eleget, most már te ölt lelket, akkor megáldalak. Nem. Isten meg akar áldani az ő szívének a jó szívűségéből, és nem vár érte viszonzást. Nincs előfizetés nála. Nem kell előfizetni, hogy ő megáldjon téged. De ez csak akkor működik, ha te ugyanúgy nem vársz tőle valamit azért, hogy szolgáld őt. Hanem te odaadsz neki mindent és odaadod a szívedet és a cselekszerező akaratát, nem vársz érte semmit, ő pedig megállt téged mindennel, ami van, nem várván érte semmit. Na, ez az sikeres kincs. És akkor ilyenkor már nem mér ki, lett, hogy na vajon az ő áldása, az, ö, ö, amit megáldott téged, az párban van-e a, a, az ő a, azzal, hogy te mennyi áldozatot hoztál? Vajon ez az áldozat, amit most én meghozok Istenért, ez vajon párban van azzal a kéréssel, amit én megfogalmaztam felé? Nem. Senkit nem érdekel. Egy a lényeg, hogy legyen meg az Isten akarata. És ekkor vagy sikeres. Ahhoz viszont meg kell ismered Isten akaratát. Világosítsa meg értelmetek szemét, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívása. A szívednek a szemének meg kell nyílnia. Olvasd az igét, legyél közösségben Istennel, mert azt mondta Jézus Krisztus, hogy mindazáltal ne az én akaratom legyen, meg mennyi atyám, hanem a tiéd. De miért? Mert ő tudta, hogy mi az atya akarata, hogy a keresztre kell mennie. Neked is tudnod kell, meg kell találnod Isten akaratát ahhoz, hogy megcselekedd. Az elején jó, ha mondogatod, hogy legyen meg a te akaratod, de nem elég ezt mondogatni. Meg kell tudnod az Isten akaratát egy helyzetre nézve, sőt az egész életedre nézve. Mondjuk el együtt a megvallást. Drága atyám, köszönöm, hogy olyan szellemi megértést adsz nekem, amely meghaladja az elme és az érzékek használatát. Miközben igéddel és a szellemed által összhangban élek, a te akaratod minden nap érvényesül az életemben. Ami azt eredményezi, hogy bőségben, egészségben és a világ és rendszerei feletti győzelemben járjak. Jézus nevében Ámen. Ámen és ámen. Drága testvérem, nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Kívánok nektek egy fantasztikus napot. Holnap ugyanekkor ugyanitt találkozunk, és ne felejtsétek el, hogy utána, tehát holnap 10 órától, Miskolcon, a Nagyváti János utca 6 szám alatt várunk titeket Isten tiszteletre e, e, 10 órától, és tudjátok ezt követni a YouTube csatornánkon, vagy a Facebook oldalunkon is. Legyen egy áldott hétvégétek. Az úr áldjon meg. Jó reggelt! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott teljes királyi, papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!